Na sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk a következő Dibala projekt részben. Azt a minteni gyerekek, konkrétan pár óra alatt meglett az 50 like, amit kértem az új részért, ami nagyon durva, de tényleg, mert szerintem ez rekord, hogy ennyi idő alatt ennyi like-ot megkaptam tőletek. Szóval ezt nagyon szépen köszönöm, viszont ezért most egy kicsit feljebb rakjuk a lécet, tehát 100 darab, kereken 100 darab like-nál jön a folytatása ennek a sorozatnak, és akkor most pedig nézzük is meg, hogy ki lesz az első ellenfelünk. Igen, megint VS ottakozni fogunk, nem biztos, hogy mind a három meccset, lehet, hogy megint egy Blue Star hazárdos meccset is nyomatunk, mert mindjárt 9 óra, konkrétan 1 perc, sőt, 9 óra van. Az első kettő meccs az itt lesz VS attakban, és akkor a harmadik pedig a Blue Staros lesz. Na, hát az első ellenfelünk Mohamed HE, valószínűleg ki fogunk kapni, viszont egy pár darab fejlesztést azért be kéne gyűjteni, hogy haladjunk szépen. Úgyhogy ja, na, bár tudnom, hogy ilyenkor mi az Isten tölt, az olyan jó lenne tudni. Ó, érdekes, betöltött. Kb. Másfél perc várakozás után betöltött. Nagyon kedves vagy IE, hogy engedted, hogy játsszak végre. Hát ezt komolyan mondom, nem hiszem el. Tehát konkrétan másfél percet vártam, amikor már rég letelt az a kis, hát az a 15 másodperc, és nem tudom, tehát az IE mostanában, hát ezt lőjük el, mert úgysem tudtam volna jobb helyzetet kialakítani. Dybala szögletet rúgja, egy asszisztot talán adtunk volna, de nem, mert Oblak kiütötte a labdát, és valószínűleg egyébként, hogy az ellenfelemnek is kellett várnia, csak hogy ő türelmetlen volt és kilépett, mert megint nem játszik az ellenfelem. Jó van, nem baj, legalább szereztünk már most egy fejlesztést, úgyhogy menjünk tovább. Dybala kapásból és óriási gól, ott a második fejlesztés, megint megyünk Dybalával. Ez nem lesz jó. Na, még ott van, nincs ott. A counter-attack is már megint egy szabadrugást kap az ellenfelünk. És jó, megint mellé megy. Ez már három fejlesztés. Hát, jó van. Igaz, hogy csak egy gólt tudtunk rúgni. Bár lehet, hogy itt a következő, sőt, itt is a következő. Chambers. Hát ennek semmi köze nem volt Dybalához, maradt a három fejlesztés. Viszont megnyertük a meccset, szóval négy fejlesztése növekedik a fejlesztések száma. Program Packs 9 óra van, jöttek az új live eventek. Most nem azzal fogunk foglalkozni, azért ránézek egy pillanatra, hogy mik vannak. Veterans, valószínűleg megint a retrós eventet fogom majd csinálni a fő akkuntomon. És akkor megvan a következő ellenfelünk, Ioannis. Ezt most gyorsan betöltötte, nem kellett várni konkrétan semennyit. Nézzük, milyen a csapata, 89-es neki is. Na nem baj, nem baj, counter-attakokkal talán tudunk pár fejlesztést szerezni. Na, Dybalának passzoljuk, hát az első támadásból tudunk egy gólt szerezni. És nem. Nem tudtunk. Jörgensen viszont rúgott nekünk kettőt is most már. Na, egy longshot. Ó, gyönyörű Dybala. Óriási longshot volt, ezért is szeretem ezt az embert. Vagyis hát szeretek vele játszani, tehát ne értsétek félre. Jól van. Az ellenfünk látom nagyon beindult. Jó, plusz kettő fejlesztés, Jörgensen nagyon adja, mint látom. Oduro. Ez Oduro szép volt. Na Dybala, assist? Nem. Hú, mi fejes volt ez a gyerek? Dybala, nézzük, és berúgja. Ott a harmadik fejlesztés, ez már 7 összesen. Az ellenfelünk meg most keménynek érzi magát, mert egy 51-es csapatot le tud verni. Jó, most nyilván nem az ő hibája, hogy engem kapott ellenfélnek. Hoppá, Oduróval is rúgtunk egy gólt. Ez meg passzolni sem tud. Jó van.
Akkor ez azt jelenti, hogy négy darab. Ja nem, nem. Három darab fejlesztés, mert az egyik gól az Oduróval volt. Akkor eddig összesen van 7 darab fejlesztésünk, és nézzük meg az utolsó meccset. Amint már mondtam, a Blue Star meccset fogjuk lejátszani, és akkor itt még próbálunk szerezni pár fejlesztést. Na, Dybalának passzoljatok már, PLS, oké. Hát, jó, hát ezért most kár volt igazából. Ezt nagyon elcsesztem. Így 5 percet így el is húztam most az időből. Na, hát megszereztük a labdát így 10 perc után. Nagyon jól játszik most a Chelsea. Nehéz lesz akár egy gólt is rúgni, bár most nagyon beindult Birnes, nem tudom mi ez a név, de nagyon beindult. És egy szögetet ki is harcoltunk, amiből talán szerezhetünk egy fejlesztést, hova passzoljunk oda. Jó, az fejedbe, és bele Kurto a kezébe. Nem tudunk gólt szerezni, srácok, nem tudunk. Jobban jártunk volna egy VS adtak meccsel, esküszöm. Hát, az viszont egy szép passz volt, de hát cselezni a játékban nem lehet. Mert ezek az OP védők mindig megállítanak. Na, újra Dybalánál a labda. Most be kell rúgni. Jó, mindenkit lehajott Dybala, csavard be, és végre ott egy gól. A 79. percben megszerezzük a vezetést Dybala góljával, úgyhogy ez plusz egy fejlesztés eddig. Júj, azért pirosat nem kéne kapni, jó, most nyilván ez nem volt még egy sárga se, de Dybalával azért óvatosabban kéne játszanom. Na, Diego Costának nem szabad hagyni, hogy rárugja, mert elég jó ő is, és Marcos Alonso berúgja. Ó, uram, atyám. Úgy látjuk, hogy még nyerni sem fogunk. Na, gyerünk Dybala, légy szíves, ezt muszáj végigvinned. Ott van a kettő között, gyorsan elmész. David Luiz lecselezi, és berúgja, ott van Dybala. Király, nagyon jó ez az ember, nagyon jó. Azért a 95-ös verziójára is kíváncsi lennék egyébként. Az is biztos, hogy óriási játékos lehet. Na most muszáj levédekezni, kell az a plusz egy fejlesztés, azt hittem véged, de nem, mert szabálytalanak voltunk. David Luiz az pedig jó van, így tovább, David Luiz, így tovább. Szép volt, jó, megnyertük a meccset, ami azt jelenti, hogy plusz 2 fejlesztést kaptunk, és összességében ez 9 darab fejlesztésnek számít, úgymond. Pont mint az előző videóban. Úgyhogy akkor fejlesztünk valakit, vagy valakiket. 9 darab fejlesztésünk van. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt az elem pozíciós Birns nevezetű játékost fogjuk leváltani, és akkor egy 56-os játékos jött a helyére. Akkor keressünk is egy 56-os játékost. Position elem. Nézzük, kik vannak itt. Akoló. 75-ös sprint speed. 79-es. Mustafa. Hát Mustafa elég lassú. 80-as sprint speedje van Spence-nek. Megvesszük Spence-t. Hát maradt 52-es OVR, de legalább most már van még egy 50 pluszos játékosunk. Tehát haladunk. Szerintem legközelebb már a védelmen is kéne fejleszteni. Úgyhogy 100 like, mondtam, és jön a folytatás, gyerekek. Remélem, hogy tetszett ez a rész is. És hogyha így van, akkor dobjatok rá egy like-ot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Én pedig majd jövök. Sziasztok! We'll be right back.